Halló, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Hétfő reggel van, folytatjuk a Prog 1-et. Sziasztok, jó reggelt! Okés, na, amíg mindenki ideér, addig egyrészt pörögjön egy jelenlétív, tehát írjuk, hogy itt vagyunk. Másrészt meg akkor most már ugye látszódik, hogy ugye hogyan is lesz a számunkérés, tehát most már úgy kezd körvonalazódni. Ugye Norbi úgy leírta, szerintem az úgy rendben is van. Ugye a védések kapcsán ugye ez a videót készíteni, és akkor ott közben, vagy hát utána beszélgetünk róla. Na most én ezt simán el tudom úgy is képzelni, hogy készítetek egy videót, fölteszitek YouTube-ra, és ott én kommentbe kérdezgetek, és akkor kommentbe válaszoltok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Na most az, hogy ez időben hogy fog kinézni, hát válaszoltok, amikor válaszoltok. Órán is ugye azért néha elhúzódik ez a dolog, tehát én fölteszek egy kérdés védésen, aztán nyilván azt ki kell próbálni, lehet eltelik fél óra, mire ott válaszolni tudtok. Szerintem ez így rendben van. Na most nyilván az szerencsés lenne, hogyha úgy narrálnátok is mikrofonnal, hogy mit csináltok, tehát egy mikrofon jó lenne, hogyha lenne. Még ha webkamera nem is feltétlenül muszáj, azért az szerencsés lenne. Ugye a... Mit is akartam? És akkor ott kommentbe megbeszéljük ezeket a dolgokat. Fölteszek egy kérdést, valami kis feladatot kiadok, amit meg kell ott csinálgatni, és akkor valószínű csak erre, hogy hogyan változik a kimenet, vagy mi változik, mi történik. Lehet, hogy nem gondolnám, hogy egy új videóba ezt meg kéne csinálni, de még az se kizárt, hogy akkor jó, akkor módosítsd ez, és akkor ezt is egy videóba rögzítsd, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jó. Na most az, hogy milyen platformra töltitek fel, az mindegy. Jó lenne, hogyha olyan értelemben valami permanens tár lenne, hogy azért így a fél év végéig őrződjenek már meg ezek a dolgok, ugye. Nyilván nekem jegyet kell adni ezekre a dolgokra. Mondjuk a védés az pont olyan, hogy az ugye vagy igen, vagy nem. Ugye itt Prog 1-en már ez nem arra megy az osztályzat. De jó lenne, hogyha azért egy darabig megmaradnának ezek a videók. Jó, tehát ne töröljük le meg ne szedjük le. Tehát mondjuk ennek a fél évnek a végéig biztosan, és akkor ugye a vizsgaidőszak végéig maradjon ez meg. Nem muszáj, tehát hogyha nem akarjátok nyilvánosra kitenni, nem kell. Ilyen linken keresztüli megosztás is jó a YouTube-on, tehát ez a listázatlan videó. Jó? Csak legyen valami, és akkor ott azt már tudjuk kezelni, meg nyilván a kommentezés az legyen engedélyezve. Arra figyeljünk oda. Jó. Kérdések jöhetnek. Mentor már kérdezi is, hogy az első védés, hogy Norbi demóját reprodukáljuk, igen, az kellene. Jó? Tehát az alapján kéne dolgozni. Szerintem még nem rakott ki ilyen videót. Én legalábbis tegnap este néztem a YouTube csatornáját, még nem láttam ilyen videót. Jó reggelt, Miska! Jó, tehát ilyen videót még nem... Most 10-től lesz? Akkor ezek szerint most 10-től fogja nyomni ezt a védéses videót. Hát majd meglátjuk. Jó, hát ez az első védés. Ez igen, első védés. Ugye itt ez a double csillag csillagos állítólag. Hát mentul annyi idő, amennyi idő. Hát most nem hiszem, hogy amúgy nagyon hosszú lenne. Hogyha hosszú is lesz, valószínű az is csak azért, mert ő magyarázni fog közbe. Lehet, hogy nektek annyit azért nem kell magyarázni így a védésen, de azért jó lenne, hogyha érződne, hogy értitek is. Jó, hát mondom, ez az első védés szerintem nem egy teljesíthetetlen dolog.
Ranger Fox, hogy érted ezt? Hogy nem tudtok 15 percnél hosszabb videót feltölteni? Hát én is simán fel tudok. Órák mind mennek föl, aztán valamelyik több, mint másfél óra. Nem engedi. Az nagyon furcsa lenne. Én simán tudok föltölteni. És semmi különös. Hát nincs az nézettség. Hát nekem sincs semmi nézettségem, és simán ment fel a videó. Bár mondjuk ilyen ezer körül, ezer fölött vagyok már bőven, de. Hát az lehet, hogy kell verification. Tehát az nem tartom kizártnak. De hát az legyen, hát most. Jó, oldjuk meg. Amúgy Twitch-re is lehet föltölteni videót, sima videókat, de az ugye alapban nyilvános, tehát ott az más. Hát úgy is jó, hogyha a linket körbe körditek, és akkor lesz nézettség, de mondom, szerintem simán lehet föltölteni. Miért ne lehetne? Jó. Oké, és na így lesz akkor ez az első védés, hogy akkor YouTube-on így föltöltitek a videót, én megnézegetem, kommentbe kérdezek. Ha valaki szeretne esetleg személyesen egyeztetni, ott van a Discordos szerverünk is, ott is lehet, de az UD-Progba is lehet nyugodtan kérdezni. Én a YouTube kommenteket tartanám jó ötletnek, és akkor azt így linken keresztül mindenki látja. Jó? Így van, Mentol is írja, és valószínű ez lesz a megoldás, hogy akkor oda is föl lehet tölteni a. Tehát verification-ölni kell az accountot, Google accountot. Jó? Hát azt tegyük meg, hát nem hiszem, hogy ez olyan gond lenne. Jó, Drive-ra is föl lehet tölteni, csak ott a kommentelés az nem biztos, hogy olyan szerencsés. Jó? Oké, és rendben van. Na, még egy dolog, ugye ez a védési rész, a másik pedig a könyv rész, és akkor szerintem ezzel a számonkérésre is tudjuk talán. Ugye Norbi azt írta emlékeim szerint, és ha jól értettem, de majd mindjárt kijavítotok, mert lehet, hogy rosszul értettem, hogy ugye összeszedni ezeket a könyveket, és akkor Twitch-en pörgetné streamet, amiben végignézegetné, fűzne megjegyzéseket a megoldásokhoz, meg megnézegetné, és akkor ott az ő csetjébe ugye lehet is rögtön írni, tehát megy oda a könyvnek a szerzője, ugye, és akkor írja, hogy a válaszokat, amit esetleg Norbi föltesz kérdéseket. Na most, szerintem ez is egy tök jó megoldás. Annyi, hogy én ezt nem streamelném Twitch-en, mert nem akarom, hogy a csatorna ezen, tehát ez legyen a csatornán. Én ezt valószínűleg Discordon oldanám meg, vagy Teams-en, ahogy gondoljátok. Inkább a Discordot tartanám én jobb megoldásnak, mert a Teams nekem nagyon ilyen testidegen, hogy az lenne, hogy én Discordon megosztanám így az asztalomat, és akkor ott aki akar becsatlakozhat, vagy nézheti, vagy indítunk egy ilyen egy-egy megbeszélést, tehát aki esetleg akarna kérdezni a könyvvel kapcsolatban, az kérdezhetne ott. Na most, hogy mikor, hát fogadórámon, vagy amikor óra van, akkor lehetne. Tehát mondom, Discordra ott beléptek, és akkor tulajdonképpen annyi lenne, hogy aki szeretne kérdezni, ugye nyilván kiírom a jegyeket, hogy éppen hogy álltok, és akkor aki szeretne ennek kapcsán kérdezni, egyeztetni, vagy alkudozni, hogy jobb jegyet szeretne, az fölhív így Discordon, és akkor ott én megosztom a desktopomat, és akkor ott írom, majd mondom is, hogy mi esetleg a mi hiba, vagy min kéne javítani, hogyha jobb jegyet szeretnétek. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Mennyire járható ez az út? Csak mert én Twitch-re nem szívesen akarnám ezt kistreamelni, mert hát nem akarom, hogy ez legyen a csatornán. Jó? Jól hangzik.
Jó. Persze, majd menet közben meglátjuk, hogy hogyan működik a dolog, és majd igazítjuk. Nyilván itt azért még finomodnak ezek a dolgok, szerintem itt kőbevésve még alapvetően semmi nincs így a számonkérés kapcsán, ugye amilyen dékáni meg rektori körlevél jött így a TVS meg a protokoll kapcsán, az eléggé megengedő, már mint olyan értelemben, hogy ilyen platformot meg ilyesmit nem köt meg. Ugye annyit kér, hogy nyilván legyen valamiféle ilyen online személyes egyeztetés, akár igény szerint, akár tényleg, hogyha szeretnétek, de hát ez eddig is így volt, azért az online jelenlétünk azért az sokat erősödött az elmúlt időszak miatt, ugye. Szerintem ez alapban is így működhet, tehát az, hogy tényleg bármit akartok kérdezni, egyeztetni, az menni fog. Jó. Hogy ez mikor lesz? Terveim szerint jövő héten, de ha nem jövő héten, akkor utána héten. Jó. Ugye most ez az április 3-ai határidő, ez úgy elég fix volt, rá nézegettem a könyvekre. Hát majd azért beszélünk róla. Ugye itt a csatornán akkor át fogjuk beszélni valószínű az összes fejezetet még egyszer, a korábbiakat is, és akkor még lehet pontosítani. Jó, tehát hogyha valakinek a könyve még nem teljesen, tehát van egy-két olyan feladat, ami nem teljesen világos, azt át fogjuk itt beszélni a csatornán is, meg szerintem Norbi is fog még rengeteg videót készíteni ezek kapcsán, és akkor ott már tényleg bőven lesz muníció arra, hogy egy tök jó könyv kijöjjön a végére. Jó, tehát lehet akár jövő héten, nyilván a végső jegy az a fél év vége, tehát nem jövő héten fogom a végső jegyet megadni, mert nem, hanem jövő héten vagy rákövetkező héten tudunk egyeztetni, meg nyilván a fél év végén is, ugye májusban ott az utolsó 2 hétben ezekről tudunk beszélgetni. Jó? Tehát első körben vagy jövő héten, vagy utána héten lesz egy ilyen egyeztetéses dolog. Jó? Úgyhogy így néz neki. És akkor mondom, a feladatokon meg szépen végig megyünk. Hogy a Welch-re melyik hét a határidő? Szerintem ez, ha jól emlékszem, de mindjárt megnézem, mert már nem is rémlik, hogy szerintem április 10 a... Igen, itt írják is, hogy 10-e. Ugye a Welch volt múlt hét előtt. Igen, 2 hete. Akkor ez. Ja, ez a bimfás. Bimfás fejezet. Jó. Nagyon fontos, hogy itt Norbi videóit csináljátok végig. Még egyszer mondom, már elmondtam 1000-szer, hogy a template class-es fa az legyen meg mindenképp. Jó. Okés. Igen, a védési videót nyilván küldjétek. Vagy belinkeljétek az UD-prokba, vagy aki nem szeretné, hogy más lássa, az elküldheti nekem, így privátba is. Discord csatornára is be lehet dobni, ez ahogy gondoljátok. Jó, de nyilván küldjétek, mert akkor látom csak, tehát így magamtól nem fogom látni. Hát a védésekhez mindenképpen kell mikrofonos magyarázós videó. Szerintem a többi ez elég sima. Elég sima. Jó, a védési videót a fél év végéig küldjétek, nyilván, de nem utolsó héten, ha lehet. Jó, ugye ez is ugye az a protokoll, hogy nyilván akárhányszor megpróbálhatjátok, úgymond. Tehát, hogyha szeretnétek javítani, tehát minél hamarabb küldjétek. Tehát, ugye ez már mehet aszinkron a laboroktól, hétvégén elkészítitek, elkülditek, én ha van időm ránézek, tehát már amint tudok ránézek, és akkor ott kommentben már tudom is mondani, hogy mi javítsatok, el van-e fogadva, nincs elfogadva, jó-e, nem jó. Jó? Tehát ezt nyugodtan bármikor küldhetitek, nyilván a fél év végéig. Jó? Tehát a szorgalmi időszak most úgy néz ki, hogy ha jól rémlik, hogy a szorgalmi időszak végétől számított 3 hétig, amíg még tudunk jegyet beírni, de szerintem küldjétek minél hamarabb,
mert ugye alapvetően nincsen tétje, tehát mármint úgy értve, hogy ha nem jó, akkor megpróbáljátok még egyszer. Jó? Tehát akkor kommentbe tudok írni. Hát mentol most kötelező, nem kötelező, használjátok már azt a template class-es beanfát. Jó, mert ott Norbi tényleg nagyon sok magyarázatot fűz hozzá. Tehát most XP-t ad érte, ráadásul még XP-t is ad érte, tehát nyilván az, hogy megértitek, az alap. Tehát, hogyha azt nem értitek meg, az kvázi azzal egyenértékű, hogy nem teljesítettétek a tantárgyi követelményeket. Mert ott jó, persze ott van benne egy kis öröklés is, ami még szerintem a tematikának nem része, de a template class, tehát a generikus programozás része. És hogyha azt nem értitek meg, akkor az olyan, mintha nem teljesítettétek volna a fél évet. Jó? Úgyhogy nyilván abból induljatok ki, azt értsétek meg. Az, hogy a második védés hogy lesz, hát valószínű az alapján. Tehát jó lenne, hogyha azt reprodukálnátok. Szerintem a második védésben Norbi azzal fog dolgozni. És akkor nyilván azt meg kellene érteni. Ezért lenne jó, hogyha azzal dolgoznátok, mert meg itt is kérdezhettek nyugodtan annak kapcsán. Jó? És akkor tudunk beszélgetni. Kár Balázs, szerintem ez így van. Tehát, hogyha csináltatok eddig fészkemes videót, az továbbra is kiváltja a védést. Jó, tehát minden feladathoz fészkemes videó, az a védés kiváltja, ez továbbra is így van. És így van, a második védést pedig kiváltja a RFH-s kvalifikáció. Ha jól emlékszem. De ezt Norbi posztjában nézzétek meg. Hogy hol kapjátok meg, hogy mit kell védeni? Hát Norbi fog szerintem most 10-től live-olni, legalábbis a kollégák ezt mondták az előbb itt a chatbe. Jó, tehát aki kvalifikált így a RFH-ba most, ebbe a körbe, annak a második védés az okés. Jó, rendben. Szerintem ezt megbeszéltük. Jó, tehát az első védés az akkor szerintem a héten pörögni fog, az már be is indulhat. Küldhetitek bármikor a videókat, meg a YouTube linkeket, vagy ahova föltöltitek, mindegy igazából. Mondom, szerencsés lenne, hogyha tudnék mellé kommenteket írni, tehát ezért jó lenne a YouTube, de igazából rátok bízom, csak tudjak kommentelni. Jó lenne, ez a videó akkor permanens maradna, már úgy, hogy azért legalább a fél év végéig megmaradjon, mert ugye ne az legyen, hogy valamire adok egy okét vagy nem okét, és akkor az nem lehet visszakeresni, meg nem találjuk kavarodásval. Jó, tehát azért ezek legyenek meg. A könyvet meg elkezdjük jövő héten akkor átbeszélgetni, és az pedig Discordon. Jó. Aztán meglátjuk, hogy hogyan működik a dolog. Szerintem rendben lesz, de menet közben azért még lehet, hogy finomítani fogunk így a protokollon. Jó. Viszont az idő múlik, a téma megnyúlik, úgyhogy szerintem lépjünk túl ezen. Az adminisztráció az mindig is olyan, hogy csináljuk, mert kell, de azért koncentráljunk a programozásra. Ha van kérdés, akkor így menet közben is jöhet nyugodtan a chatbe, vagy akár Discordra is majd óra után, és akkor ennek kapcsán tudunk beszélgetni. Jó? Viszont menjünk tovább, mert ugye haladnunk kéne a könyvvel is. Na most, ugye itt a 8. fejezet következik, ami már tulajdonképpen teljes egészében előadás fejezet. Na most három feladat van, de itt ki is vetítem, most már ezt az órát elteszem innen. Hogy ugye látjuk, hogy három feladat van. Na most gondolom ez a 8.3-asa alapvetően itt sokat nem kell tennünk, vagy hát sokat nem kell magyaráznom ennek kapcsán. Itt valamilyen malmős feladat van. Ez még úgymond így tavalyról maradt szerintem úgy benne,
Valami olyasmi lenne, hogy szerintem, de majd nyilván Norbi videói itt ezt jobban kifejtik, hogy valami kis malmős feladatot csináltok meg, de hogyha ha valaki benne van a RFH-t csinálja folyamatosan, akkor szerintem ott különösebb dolga már nem lesz. Jó, de mondom, itt majd Norbi fog. Mi ezekkel fogunk most egy kicsit foglalkozni, de nagyon fontos, hogy ezek előadás feladatok. Jó, tehát amit én itt csinálok, az igazából csak egy ilyen kis szemléltető példák. Ez Norbi fog majd, én úgy gondolom, Norbi fog komoly magyarázó videókat csinálni. Tehát én most, amit itt fogok mutatni, az csak egy ilyen kis plusz. Nem azt mondom, hogy ilyen kis, ilyen, hát ilyen, na, ilyen National Geographic szintű feldolgozás, tehát a mély tudományosságot most ebben ne keressétek. Tényleg csak pár ilyen szemléltető példát fogunk megnézni, meg kipróbálni, nyilván így a feladatok kapcsán is, meg egy kis pluszt is, ahogy múlt héten ígértem. Fogok jelezni, hogy mi az, amire jobban kéne figyelni, mert hogy a feladathoz szorosabban kötődik, meg majd azért sok minden olyanra ki fogunk térni, ami nagyon nem kötődik már ez a két feladathoz, a proktematikához meg pláne nem. Jó? Csak mondom, ilyen érdekességként tényleg, ha valamivel érdemes foglalkozni, akkor az ez. Márhogy így a gépi tanulás mestint vonalon ezek tényleg érdekes feladatok lesznek, érdekes téma. Jó? Már látjuk, hogy itt be is van linkelve egy-két videó, meg egy-két forrás. Nem tudom, hogy ez fog-e változni, biztos vagyok benne, hogy Norbi is készít majd videót, föl kell használni így a feladatok megoldása kapcsán. Mondom, ez itt most tényleg csak ilyen kis plusz, vagy úgymond ilyen kis extra ahhoz, hogy megértsétek ezeket a feladatokat. Jó. Látom, Bence Balázs még kérdezett, hol fogjuk látni, hogy éppen hanyast kapunk. Szerintem a kurzus szintű könyvelésbe. Most ránézek, hogy ott ezt tudjuk-e adminisztrálni. Tehát ott Drive-on van egy ilyen nagy összkurzusos könyvelés. Ha egy pillanatot vártok, előkerítem. Aha. Szerintem ez a Prog 1 adminisztrálás. Ez a UD Prog Malmö. Jó. Itt jelenleg 132 hallgatót látok. Igazából ami 130. 130. Jó. Ez hát még nem mindenki. Jó, meg itt látok, hogy még ilyen GitHub reporting nincs benn mindenkinél. Ezeket tegyük be. Jó, tehát Drive-on van ez a könyvelés. Tegyük be ezeket a GitHub linkeket. Sok mindenkinél ott van, de nem mindenkinél. Ugye a megkezdett feladatokat is írjuk. Azt is szépen írogatjuk, legyenek meg azok is. És akkor ide szerintem van egy ilyen védés fül. Szerintem igen, és akkor itt van, hogy max hanyas lehet feladat megkezdések alapján, és akkor szerintem oda beírunk egy jegyet. Én legalábbis ide akkor be fogok írni egy jegyet, hogy éppen hogyan álltok, és akkor Discordon lehet vitatkozni, jó? Meg alkudozni. És akkor ott tudunk személyesen is beszélni, ott ezeket át tudjuk beszélni. Jó, de mondom, Norbi is fog egyébként live-olni, azt mindenképp érdemes nézni, azt már most mondom, amiket ő fog csinálni, mert abból nagyon sokat lehet tanulni. Jó, tehát tényleg abból értelemben sokat lehet tanulni, hogy ő ott mondja is, hogy hát még erre ki kéne térni, arra ki kéne tanulni, és akkor azokat megnézzük. Jó, azokat érdemes figyelemmel követni, és akkor itt ebbe a könyvelésbe lesz a maga, hogy éppen hanyas jegyen álltok tulajdonképpen. Jó. Még egy dolog, amit elfelejtettem a jelenlét kapcsán. Na most én a Twitch alapján írom a jelenléti ívet. Ez azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy azt írom. De emellett, hogy legyen redundancia is a rendszerbe, a e-learningen is
van jelenléti ív. Na most én úgy gondolnám ezt, csak hogy akkor működjön, hogy működik-e vagy nem működik, hogy a csütörtöki laborhoz én fölvettem egy jelenléti ívet, ahova be tudjátok magatokat írni. Ez jelszóval védett, és nyilván csak akkor írjátok be magatokat, ha megnézitek a videót, a jelszót meg én itt mindig elmondom. Jó? Csak a csütörtöki labornál lesz ilyen jelenléti ív, ahova mindenki írja be magát, aki megnézte a videót. Jó? Ezen a héten a jelsz egyébként Schwarzenegger. Jó? Így szépen leírva. Jó, legalább megtanuljuk leírni a nevet. Jó, nagy S-sel, nagyon fontos. Oké, és úgyhogy aki megnézte ezt a videót, az már most kattinthatja is be magát elvileg ide az e-learningbe. Ha minden igaz. Jó, de majd visszajeleztek, hogy működik, nem működik. Nem kell most rögtön, ezt csütörtök délig tegyétek meg, de mindenki megteheti akkor, amikor ezt a videót megnézi. Ha ezt az óráján nézi, a órarendi óráján, akkor nézi, hogyha ha máskor, akkor máskor. Csütörtökig jó lenne, hogyha te csütörtök délig be kéne kattintani magatokat. Jó, na de tényleg most már nagyon sok idő elment, már fél óra elment az adminisztrációval, úgyhogy tényleg kezdjünk is neki. Mondom, ilyen aszinkron módon jöhetnek a kérdések, majd így menet közben válaszolok is. Ja, bocsi. Jó, rendben van. Na, szóval miről is lesz ma szó, meg a héten, meg lehet, hogy a jövő héten is, mert tényleg sok feldolgozható feladat van itt, meg téma van itt. Ugye egyrészt lesz szó az MNIST-ről, nyilván, mert ez a feladatnak is ez a célja. Ugye itt írjátok, hogy lett update-elve a feladat GitLab-on, akkor Norbi valószínű ezt így update-elte, és akkor rakott be forrásokat. Na most aztán még nem néztem meg, de nyilván majd ti megnézitek, meg majd földolgozzátok, meg Norbi is biztos készít róla videót, és akkor ott is látjátok. Én tényleg csak egy ilyen kis pluszt akarnék ehhez adni, meg pár ilyen érdekesebb feladat szerűséget, ami nyilván nem lesz kötelező, mert ez tényleg amiket mutatok majd csütörtökön, meg jövő héten, azok már kimutatnak a projekt kereteiből, de azért tényleg szerintem érdekesek lehetnek ezek. Ugye első körben az MNIST-tel foglalkoznánk. Az MNIST az egy, hát tényleg mostanában azt mondják, hogy így az AI meg a gépi tanulásnak a Hello World-je, tehát tényleg ilyen alap probléma, de nyilván már van azért ennél egyel jobb is, de azt is majd megnézzük. De most itt az első körben az MNIST lesz a téma, és az MNIST kapcsán ilyen kis gépi tanulós mesting példákat fogunk nézni. Ranger Fox nem kéri el szót a jelenléti? Hát pedig bekattintottam. Na jó, mindegy, nem érdekes. Jó, úgyhogy lehet, hogy akkor az a jelszó nem is arra van, hanem valami másra. Jó, mindegy. Jó. Tehát csak hogy visszatérjünk a témához, hogy ugye nyilván ilyen gépi tanulásról szól a fejezet, innen a cím is ugye Schwarzenegger, ugye a Terminátor filmre hajazva, nyilván így a gépi tanulás kapcsán ő azért ilyen értelemben érdekes. Jó, tehát nyilván gépi tanulással fogunk foglalkozni, és ebben a 1-2 hétben erről lesz szó. Ugye, és akkor nyilván csak így térjünk ki arra, hogy ez a gépi tanulás, meg AI, meg ezek a témákat hova is tegyük, hova is helyezzük. Ugye, nyilván így a gépi tanulás azért egy elég nagy terület, meg úgy az egész mestint egy elég nagy terület. Ugye nagyon sok téma van, ami kivezet így a projekt kereteiből. Na most látom a chat így megőrül ezzel a jelenlétivel, akkor csak ránézek már. Uh-huh.
Jó, majd óra után megnézem, mert ez az időablak, ez... Na várjátok, most akkor kipróbálom, beadok egy időablakot csütörtökre. Meddig mondjuk csütörtök délig. De akkor éjféltől délig lehet bekattintani. Hát, az se lesz jó. De így akkor most van két időablak. Áj, édes Istenem. Vagy egy jelenléthez lehet több időablakot is megadni. Na jó, srácok, megnézem majd a óra után, jó? Mert ez így nem az igazi. Jó? Na, szóval visszatérve, gépi tanulás ugye a téma, és akkor ugye itt a gépi tanulás kapcsán nyilván nagyon-nagyon sok téma előjön, ugye ez azért egy manapság eléggé kutatott téma, ugye mestint van már mindenhol gyakorlatilag, ugye a telefonomba, a Google-be, a mindenhol mestint üzemelés, tulajdonképpen a mesterség és intelligencia fotóz már helyettem is. Ugye nyilván azért ezeket mindig helyén kell kezelni, van nagyon sok jó megoldás, meg tényleg nagyon sok dolog, ami jól működik, de azért arra is figyeljünk, hogy ez sok esetben nagyon jó marketing eszköz is lehet. Mi most tényleg csak két nagyon egyszerű példát várunk itt a könyvbe. Ugye ez a két kis emlisztes példa, de én még mutatni fogok emellett sok mindent. Na most, ugye a gépi tanulás kapcsán, ugye, tehát tényleg azért ez egy régi dolog, tehát nagyon-nagyon régre visszanyúló dolog, ugye tényleg ilyen nagyon sok statisztikai módszert, meg matematikai módszert tudunk megemlíteni. Én most ezekre úgy nem nagyon térnék ki. Hoztam egy ábrát, vagy hát van itt egy ábra, hogyha megtalálom, így az AI meg a mestint kapcsán. Már is mondom, hogy ez honnan származik ez a kis ábra, csak hogy megértsük. Van egy könyv, ami hát nyilván nem gépi tanulás bevezetés, tehát ez már azért egy haladó dolog. Ez az a könyv, ez a Deep Learning Book, és hát ez a ilyen, hát mondhatnám, hogy alapirodalom ilyen mély tanulás kapcsán, és akkor ennek vannak olyan ilyen gépi tanulósabb bevezető is, nem azt mondom, hogy mélységeibe, tehát tényleg csak ilyen felületesen, amennyire feltétlenül muszáj, de azért van egy elég jó bevezető is előtte, hogy miről is szól ez a gépi tanulás, meg mestint. Ugye a mai modern mestint látjuk, hogy ez a könyv azért eléggé friss, tehát 2016-os, és így a deep learning alapjait, meg a deep learning bevezetését elég jó letudja, és még sok más egyebet is. Jó, tehát azért nem csak bevezetésről van szó, hanem tényleg azért belemegy dolgokba. Nyilván 4 éves a könyv, tehát azért azóta nagyon-nagyon sok minden történt, de egy nagyon jó bevezetés. Na és akkor ebből a könyvből van ez az ábra így kimentve. Csak hogy úgy tényleg be tudjuk vezetni a dolgot. Látjuk, hogy ott itt kívül van az AI, tehát maga az egész mestint. Azon belül vannak különböző ilyen gépi tanuló megoldások, megközelítések, itt ír ilyen, hogy ilyen regresszió, meg ilyesmi. Most ezekben nem akarok így nagyon belemenni, mert nem ez a célja ennek az órának. Még lehet, hogy fogunk róla beszélni vagy csütörtökön, vagy jövő héten, majd meglátjuk, mert lesz egy olyan példa, ami ilyen regressziót használ, de majd akkor kitérünk rá. És akkor azon belül nyilván van ilyen reprezentációs tanulás, ilyen autoencoderek például, és azon belül van a maga a deep learning, mert az is egy ilyen reprezentációs tanulás. És akkor hogy mi a deep learningre hegyezzük ki? Hát mert azzal fogunk most foglalkozni, mármint hogy nem a deep learninggel, hanem ezek az emlisztes példák ilyen deep learninges példák.
Jó, ugye a mai modern mesterségben a deep learning az tényleg egy ilyen, nagyon komoly sláger téma, nagyon, nagyon komoly eredményeket tudnak felmutatni a különböző kutatóműhelyek, és tényleg nagyon, nagyon berobbant ez az elmúlt időszakba. Fogunk erről beszélni hamarosan, hogy miért. Jó. Viszont amit itt ki kell emelni, és így a gépi tanulásnak, illetve az egész mesterségnek egy ilyen, hát fogalmazzak úgy, hogy megközelítése vagy alkalmazási területe, ugye ezek a neurális hálók, és hogy a neurális hálók használata, ami nagyon, nagyon aktuális manapság, nagyon aktuális mostanában. Ha jól tudom, mesterségből fogtok ezekről tanulni, de majd, ha odaértek, akkor meglátjuk, hogy lesz pontosan. Én most tényleg csak én nagyon felszínesen, nagyon felületesen beszélnék erről, mert mondom, nem ez a célja ennek az órának. Jó? Tehát, hogy a neurális hálókról is egy kicsit beszélgessünk. És akkor erről is van itt egy ábra. Egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű kis ábra, hogy egy ilyen neurális háló hogyan is épül fel, hogyan is néz ki. Ugye nyilván itt ezeket valamilyen fajta matematikai függvényekként kell elképzelni, de nem matematikusok vagyunk, én meg pláne nem, tehát azt már most leszögezném, már el is felejtettem így az elején mondani, hogy én nem vagyok se gépi tanulás szakértő, se deep learning szakértő, se matematikus, jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy itt nagyon sok olyan téma előjön, amiről egy matematikus jobban tudna beszélni. Én azért is mondom, hogy tényleg csak felületesen, felszínesen fogok erről beszélni, mert én a mérnöki oldalát látom egy kicsit jobban, meg ismerem egy kicsit jobban. És emiatt ugye arról tudok jobban beszélni, jó? És tényleg ezekről csak felületesen, de mondom, a mérnöki részről fogunk itt azért jobban szót ejteni, jó? Na és akkor ugye tényleg egy ilyen alapkis neurális háló, ugye itt látjuk azt, hogy valamilyen bemeneti rétegünk van, tehát valamilyen formában ugye egy bemenetet adunk ennek a rendszernek. Most itt gondoljatok arra, hogy mondjuk egy képet szeretnénk osztályozni, amit a MNIST fog csinálni például, hogy mondjuk egy ilyen valamilyen számot beadunk neki bemenetnek, egy ilyen kézzel írt számot, 7-es vagy 8-as vagy valamilyen számot, és akkor a szépen pixelenként vagy valamilyen formában átnyom, vagy pixelenként fogjuk ráadni a bemenetre. Itt egy-egy pixel fog itt egy-egy ilyen kis gombózba megjelenni. Jó, hát az, hogy hány pixel, meg mekkora a képméret, meg ilyesmi, arra majd hamarosan kitérünk. Jó, na és akkor ugye van nekünk egy ilyen bemenetünk, az valamilyen formára alakítja a mi képünket, és ezt majd tovább fogjuk adni ilyen belső, vagy úgymond ilyen rejtett rétegeknek. Hát, nyilván az, hogy ezek a rejtett rétegek hogyan működnek, arra hát pár szót fogok szólni, de tényleg csak ez az a rész, amit ilyen felületesen, mert nem célja ez az órának. És akkor itt valamilyen mágia történik, és a végén kapunk valamilyen kimenetet. Jó? A kimenet pedig az lesz, ez output nagyon fontos, tehát a kimenet pedig az lesz, hogy az a szám az micsoda, az MNIST esetében konkrétan. Mondjuk, amit itt beadtunk képet a bemenetére, az itt milyen ki fogja nekünk írni, hogy egy 7-es, vagy egy 8-as, vagy nullás, vagy milyen szám az, amit ott a bemenetére adtunk. Picit menjünk mélyebbre, ugye csak tényleg, hogy egy ilyen neuron hogyan működik, ugye ezeket így neuronoknak hívjuk, ezek ilyen alapegységei ugye a neurális hálónknak, és akkor hogy hogyan is működik, hát ugye egy neuronnak ugye lehet több bemenete is. Ugye ezeket itt látjuk is, hogy például ennek a neuronnak is van 5 bemenete, de lehet több is, kevesebb is, majd erről beszélünk. És akkor ezek a bemenetek valamilyen súllyal esnek latba ugye a kiértékelésbe. Ezek a súlyok azok, amiket majd a neurális háló tanítása során állítgatni fogunk, meg finomítani fogunk.
hamarosan kitérünk erre is, de látjuk azt, hogy az előző rétegnek a neuronjai valamilyen súllyal esnek latba, úgymond ebbe a számításba, és akkor itt valamit számolgatni fogunk, adunk hozzá egy kis torzítást vagy zajt, hát nem is tudom, hogy ezt magyarul hogyan nevezik, majd valamilyen aktivációs függvénynek ezt átadjuk. Hát, hogy mi az az aktivációs függvény, arról is fogunk röviden beszélni. Ez egy matematikai függvény, ami a bemenet alapján előállít egy kimenetet tulajdonképpen. Jó, és akkor a neuronnak itt a végén meg fog jelenni a kimenete, tulajdonképpen az aktivációs függvénynek az eredménye, ha úgy tetszik. Jó, és akkor ezt adhatjuk tovább a következő rétegnek. Jó. Na most ezeket a neuronokat ilyen rétegekbe szervezzük, és ilyen rétegeket tudunk egymás mögé helyezni. Na most, hogyha ilyen rétegből sok van, mondjuk legyen 20, vagy 30, vagy 50, akkor azt ilyen mély neurális hálónak nevezzük, és akkor innen ugye a mély tanulás kifejezés is, hogy tulajdonképpen a mély tanulás az ilyen mély neurális hálóknak a feltanítását csinálja végül is. Hát úgy nagyon, nagyon konyha nyelven elmondva. Na de mi a tanulás, meg mi is ez a tanítás, hogy mi is történik? Ugye nyilván amikor paraméterezünk egy ilyen neurális hálót, akkor tulajdonképpen azt csináljuk, hogy egyrészt ezeket a rétegeket összeszervezzük, vagy szervezzük ezeket a rétegeket, megmondjuk azt, hogy hány neuron legyen benne, hogyan működjenek ezek a neuronok, mi legyen az aktivációs függvény, hogy nézzen ki a zaj, hogyan inicializáljuk ezeket a súlyokat, tehát milyen kezdőértéket adjunk ezeknek a súlyoknak. És nyilván akkor ugye látjuk, hogy azért sok lehetőségünk van már a szervezés során is, tehát amikor ezeket a modelleket megalkotják, akkor azért tényleg nagyon sok módszer van, sok lehetőség van. És tulajdonképpen, amikor elkezdjük ezeket a neurális hálókat feltanítani, akkor tulajdonképpen ezeket a súlyokat állítjuk. Jó, hogy az egyes neuronok milyen súllyal essenek latba ugye a következő hálózatba, és akkor nyilván itt nagyon sok módszer van még ilyen, ezek a feed-forward network-ök, tehát amikor úgymond ezeket ilyen hát forward, tehát ilyen egyenesen fogjuk ezeket a bemeneteket végigfuttatni, akkor van ilyen hiba visszaterjesztéses, tehát ez a backpropagation, meg különböző, nagyon sokféle módszer van. Ezek azok, amikre én most nem nagyon akarnék kitérni. Amit fölvillantottam az imént könyvet, ez a Deep Learning Book, elég jó kitér rá, és tényleg nagyon jó kis kitekintést ad, elég mélyen is egyébként ezekre az alapmódszerekre. Jó. Tehát amikor egy ilyen modellt megalkotunk, akkor tulajdonképpen ezeknek a rétegeknek a szervezését fogjuk megmondani. Illetve nyilván itt az aktivációs függvényt, hogy a egyes léjerekben az egyes neuronoknak milyen legyen az aktivációs függvénye, milyen legyen a kezdeti súlyoknak, hogyan nézzen ki, és akkor amikor elindítjuk a tanítást, tulajdonképpen ezeket a súlyokat állítjuk. Na és akkor hogyan néz ki egy ilyen tanítás, vagy hogyan zajlik? Ugye nyilván van nekünk valamilyen adathalmazunk, amire tanítani akarjuk. Hát megpróbálom nektek megmutatni a MNIST-nek a datasetjét, fogalmazzunk úgy. Hát Wikipédián, mert ott biztos, hogy nem sértünk szabályt. Jó, tehát itt van egy ilyen kép nekünk. Remélem látszik, hogy ugye van egy csomó ilyen kézzel írt számjegyünk, és akkor ezek a kézzel írt számjegyek, hát sok mindenkitől. Jó, ha jól emlékszem, az alap MNIST az 60 ezer ilyen kézzel írt számjegyet tartalmaz a tanító adatbázisba, illetve 10 ezer ilyen kézzel írt számjegyet a teszt adatbázisba, de lehet, hogy a 60 ezerben már benne van a 10 ezer is, most ebbe nem esküszöm meg, majd szerintem a programban meg is tudjuk nézni, de most tényleg csak annyiról van itt szó, hogy ugye fogjuk,
És akkor ezeket a képeket, látjuk, hogy ezek ilyen kis 28x28 pixeles képek, ezeket szépen ráadjuk ide a neurális hálónknak a bemenetére. Jó? Tehát minden egyes pixelt egy ilyen neurónnak odaadunk, és akkor az itt szépen elindul, úgymond így a neurális hálóba. Hát, ha jól emlékszem, mi majd egy öt rétegűt fogunk írni, de majd mindjárt megnézzük így, hogyha odaérünk. Tehát egy ilyen öt rétegű szépen így megy végig, és akkor a végén valamilyen kimenet megjelenik. Ugye látjuk, hogy ezek sima matematikai függvények, ugye itt az aktivációs függvénynek a kimenete lesz valami, és akkor ez így szépen megy végig. És akkor végén kapunk valamilyen számot. Tudom én, 8, vagy 40, hát mondjuk 42-t pont nem, mert ugye 0-tól 9-ig mennek az osztályaink, tehát kapunk valamilyen számot. És ezt a számot, hát majd ez lesz a softmax, ami át fogja alakítani ezt a számot, tulajdonképpen leképezi az osztályunká. Tehát az, hogy milyen szám ez. És ugye a tanítás során azt csináljuk, hogy nézzük azt, hogy itt a végén milyen számot kapunk, vagy milyen osztályba rakja a kézzelét számjegyet, és ezt egészen addig csináljuk, amíg jó nem lesz, mármint olyan értelemben, hogy ha ide 8-ast adunk rá, akkor itt 8-as jelenik meg. Ha 7-est adunk rá, akkor 7-es jelenik meg a kimenetbe. Jó? És ezt egészen addig csináljuk, amíg hát valamilyen pontosságot elérünk, vagy meg lehet ezt előre is mondani, hogy hány ilyen iteráció fusson le, és maga a tanítás során ezeket a súlyokat fogjuk állítani. Jó, hát nyilván a bemenetünk az fix, az aktivációs függvényünk az fix, ugye a zaj is, amit hozzáadunk, az is fix, meg ugye ezek a hálóknak a felépítése, ugye a súlyokat tudjuk állítani, és a súlyokat fogjuk állítani a tanítás során, egészen addig, amíg itt jó nem lesz. Na most nyilván mondhatnátok azt, hogy jó, de hát egy ilyen háló, ilyen kicsi hálónál az eléggé végesek a tehát azért akármilyen értéket itt már nem tudunk, tehát tényleg véges az a hát állapottér, amit ennél a neurális hálónál be tudunk állítani. Hát ennél igen, de mondom, a miénk egy picit nagyobb lesz ennél, ez most tényleg csak egy ilyen kis példa, hogy hogyan is néznek ki ezek a neurális hálók, jó? Tehát a lényeg az, hogy a tanítás során azt csináljuk, hogy ide folyamatosan ráadjuk az összes tanító adatbázisba található képet, és a súlyokat egészen addig finomítjuk, amíg itt a kimeneten az nem jelenik meg, amit szeretnénk, tehát az nem azt az osztályt adja nekünk, ami a kézzelírt számjegynek az osztálya. Jó? Ez egy tényleg nagyon alap kis osztályozós feladat, szerintem fogunk nézni valószínű csütörtökön olyan példát, ami egy kicsit komplexebb ezeknél, hogy számjegyet fogunk, tehát nem csak számjegyet fogunk, hanem mást is, ruhát, meg fogunk majd ilyen object detection, meg ilyesmiket nézegetni. Jó? Na most tényleg csak a nagyon alap kis MNIST-et nézzük meg. Jó. És akkor ugye a deep learning tényleg az, hogy itt sok-sok rétegünk van, ugye azért nevezzük ezeket hidden layer-nek, mert úgymond belül van a neurális hálók belsejébe. Hát most kis túlzással mondhatnánk az, hogy ugye azért is hidden, mert hogy rejtett réteg, hogy fogalmunk sincs, hogy itt mi történik. Azért talán egy kicsit erős ez a kifejezés, de ugye amint mi látunk, nyilván a bemeneti réteg, meg ugye a kimeneti réteg, mert itt ugye látjuk, hogy mit adunk rá, itt meg látjuk, hogy mi a kimenet, ugye ami belül van, az meg hát valami történik. Jó? Hát az, hogy miért, ugye ez az, amire nem mindig tudunk választ adni, tehát hogy miért ez az a súly, ami ott kialakult, de nekem mérnöki szempontból nem is biztos, hogy érdekes. Jó. Oké is. Na, és akkor ez a tanítás tulajdonképpen, és akkor nyilván a felismerés innentől kezdve már, tehát az alkalmazás, amikor ezt betesszük valamilyen szoftverbe, vagy betesszük egy beágyazott rendszerbe, vagy valamilyen alkalmazásba ezt már használni akarjuk, akkor hát például, amit mi nézünk példát, az ki tudjuk menteni egy ilyen fájba tulajdonképpen ezt a neurális hálót. Ez egy, hát egy protobuf állomány lesz, most nem olyan érdekes ez, tulajdonképpen ezeket a súlyokat fogjuk kimenteni, amint már egy ilyen OpenCV is, vagy akármilyen
alkalmazásba ezt meg tudjuk nyitni, és amikor használjuk, ez már egy viszonylag gyors dolog lesz. Hát legalábbis emlékszel, ez egy elég gyors, vagy csak ráadjuk itt a képet, és a kimenet meg is jelenik. Hát erre is nézzünk majd most egy példát. Hát egyelőre TensorFlow-ba, mert nem volt időm megírni most ezt még OpenCV-be, de meg fogjuk majd azt is nézni. Lehet, hogy nem is kézírásra, hanem valami izgalmasabbra, de mindenképpen meg fogjuk nézni. Jó. Na, én öblítek egyet, meg kezdek kiszáradni. Addig kérdések jöjjenek, hogy világos ez így. Tudom, hogy nagyon, nagyon felületes, meg nagyon konyha nyelv ez így, de próbálok úgy az idő szűkéhez is kicsit igazodni. Jó, ha van kérdés, lőjük. Látom, adminisztratív kérdés már jött, már is megválaszolom. Master of Quick Chat, lehet, hogy régi a kérdés, nem tudom, mikor tetted föl, hogy az előző jelenléti évet a hétfői csoportba tudtad aktiválni a csütörtöki helyet, nem probléma. Mondom, redundáns a rendszer olyan értelemben, hogy nyilván itt a Twitch-et is adja, tehát az is egy jelenléti ív, meg itt az e-learningen is van egy jelenléti ív, a kettőt össze fogom fésülni, tehát ha valahol ott vagy, az már elég. Jó. Oké, és Flor kérdezi. Mi lesz a stream tematikája továbbá? Hát egyrészt az, hogy lesznek olyan témák, amikbe kicsit jobban belemegyünk. Például ez a nyolcadik fejezet is olyan. Mármint, hogy nem is a nyolcadik fejezet, hanem maga a téma. Tehát csütörtökön is, meg valószínű jövő héten is még ezzel fogunk foglalkozni. Majd meglátjuk. Ugye már van ígéretem, hogy még megnézzünk pár dolgot. Ezt én írom is itt folyamatosan. Ugye ígértem, hogy nézzünk az öröklődésre is példát, meg a múlt héten néztük ezeket a lambda kifejezéseket. Ezekről is fogunk egy kicsit beszélni. Nyilván, ami így az idős, tehát így a fél év során fölmerülnek még ilyen dolgok, tehát akár az UD-prokba, vagy akár a Discordon is valamit még földobtok, akkor azokat a témákat kicsit földolgozzuk. Egyébként meg én úgy gondolnám, hogy föl fogjuk dolgozni a fejezeteket újra az elejétől. Jó? Egyrészt azért, mert nyilván órákon, tehát laborokon nagyon szűkös volt néha az időkeret, tehát például az extros példákat nagyon-nagyon rohamléptekbe dolgoztuk fel, még amikor emlékeztek, volt az idő, amikor még lehetett személyesen találkozni. Ugye, tehát akkor nagyon rohamléptekbe dolgoztuk föl. Szóval én azt mondom, hogy újra feldolgozzuk ezeket a fejezeteket, és az alapján esetleg, aki a könyvbe még talál hiányosságot, már saját könyvébe vagy, szeretne finomítani a dolgokon, az megteheti. Tehát így néz neki szerintem a menetrend. És akkor én úgy gondolom, hogy ez már Norbi videóival együtt már bőven elég lesz ahhoz, hogy... Tehát a Norbi videói nyilván az alap. Én, amit hozzáadok így plusz azokat... megnézegetitek, földolgozzátok. Szerintem az ő YouTube csatornája, meg az én YouTube csatornám már bőven elég muníciót fog adni, hogy nem hogy a könyvre ötöst kapjatok, hanem a vizsgára ötöst kapjatok. Tehát, na, ez már így bőven elég lesz. Kis. Lassan kezdődik az allergia szezon, ami külön vicces lesz majd. Jó. Oké, és akkor ez így jó lesz, hogyha ezt csináljuk a csatornán a továbbiakba? Itt a streamekkel? Mondom, így
elkezdenénk feldolgozni az elejétől, megnézegetnénk. Nem azt mondom, hogy minden feladatot, mert azért van olyan feladat, ami szerintem elég világos, meg van olyan feladat, amivel én nem akarnék foglalkozni, mint olyan a elején a matekos részek, meg ilyesmi, de akkor ezeket újra elkezdenénk, átbeszélnénk, és akkor tényleg mindegyikről lenne videó, én is majd fölrakom a forráskódjaimat is, amik olyanok, és akkor ezeket megnézzük. Jó, rendben van. Na, tényleg haladjunk már lassan, nagyon-nagyon szűkösen vagyunk idővel. Jó, tehát erre az emlészre most fogunk nézni egy ilyesmi kis példát. Nem azt mondom, hogy ezek a példák lesznek a legjobbak. Nyilván majd Norbi csatornáját figyeljétek, és akkor ott lesz ez, amit meg kell. Tehát ott biztos, hogy az lesz, amit ő gondol. Jó? Én most tényleg csak így fölvillantanék egy-egy kis példát. Jó, na most, amiben meg fogjuk nézni, ez a TensorFlow Library, tehát a TensorFlow-t fogjuk használni. Na most mi is ez a TensorFlow? Ez a Google-nek, hát most már a Google-nek, egyébként a DeepMind-nak volt egy ilyen gépi tanulós library-je. Most nem azért, hogy ez reklám, mert a TensorFlow nyilván nekem nem fizet semmit. Ez egy eszköz arra, hogy ilyen neurális háló modelleket tudjunk alkotni. Van más egyéb gépi tanulós része is, de nyilván a deep learning a fő profilja. Elég jó használható, elég jó működik. Nyilván nagyon sokan használják, és akkor ebbe fogjuk ezeket megnézni. Én úgy gondolom, hogy Norbi is ebbe fogja nézni. Most a feladat nem írja, de itt ahogy nézem a link a TensorFlow, hát majd nem tudom, hogy az új milyen, mert azt nem néztem meg, amit újonnan frissen berakott, de gyanítom, hogy az is TensorFlow-ban van. Jó, tehát ez egy ilyen gépi tanuló library, a Python és C++ API-ja van, hogyha ha emlékezetem nem csal. Mi most a Python fogjuk megnézni, mert az szerintem, ami most itt érdekes lehet. Jó lenne, hogyha ti is ezt otthon beizzítanátok, nem, hogy jó lenne, hát nyilván be is kell. A telepítés viszonylag egyszerű, hogyha ha nem akarjátok a GPU-t használni, szerintem pippel lehet telepíteni ugye Pythonba. Nyilván, ha a GPU-t is akarjátok használni, akkor kelleni fog a CUDA toolkit is. Nagyon fontos, már most mondom, mert én elsőre benéztem, hogy ez a TensorFlow verzió, a 2.1-es, az a 10.1-es CUDA toolkitet támogatja csak. Jó, tehát a 10.2-es nem. Jó, csak most mondom, hogy egy ilyen tip, de ezt a telepítésnél majd látjátok. Szépen itt le van írva, hogy hogyan kell telepíteni, tehát ezen végigmentek, szerintem rendben lesz. Na és akkor van itt ennek az oldalnak egy ilyen része, hogy learn, és akkor itt az introductionnél már találtok egy csomó példát, itt ilyen alaptenzorfó, ilyen kis JavaScript-es, mobile és IoT, jó, kis Swift-es példák, jó, tehát ezeket mind-mind végig tudjátok nézni. Na most itt ránézek az alapra, és akkor itt a tutoriáloknál már van egy csomó példa. Jó, itt látjuk, hogy ilyen kezdőknek, hát experteknek, szerintem ez az expert, ez annak szól, aki ilyen gépi tanulásba expert, vagy deep learningbe expert. Jó, hát itt, és itt a beginnersnél már is látjuk, hogy tulajdonképpen itt már az MNIST-et fogja nekünk elkezdeni feldolgozni. Jó, tehát tényleg nagyon fontos, hogy ez az MNIST tényleg egy ilyen bevezető manapság így ebbe a mesterséges világba, meg gépi tanulós világba, és már a TensorFlow-nak az oldal is ezt dolgozza föl. Jó, és akkor mi is ezt fogjuk most itt feldolgozni. Mi is ezen fogunk végig szaladni. Nagyon jó eszközök vannak itt, például itt ez a kis példa ebbe a Jupyter notebookba van elkészítve. Ezt le tudjátok tölteni, és le tudjátok futtatni. Nyilván ez a Jupyter notebookot telepítsétek. Mindjárt elindítom, és akkor megnézzük ezt. Mert én nekem itt telepítve van. Csak abban nem vagyok biztos, hogy le van töltve a példa. Jó. Na mindegy, én letöltöm ezt a kis példát.
És akkor el is indítom ezt a Jupyter notebookot. Jó, ez egy ilyen kis webes felületet ad nekünk. Látjuk, itt localhoston vagyunk, tehát itt a saját gépünkön ad egy ilyen kis homokozót idézőjelbe, ahol tudunk dolgozni. És akkor itt ki tudjuk választani, ki tudjuk keresni ezt a kis Jupyter notebook fájlt, és akkor látjuk, hogy ez itt tulajdonképpen ad nekünk egy kis magyarázatot is, tehát elmagyarázza nekünk, hogy mi történik, hogy működik, és így dupla klikkel, vagy enterrel, már nem is tudom. Ja nem, igen, itt van ezzel a runnal, le tudjuk így parancsonként is futtatni ezeket. Jó, hát ez most nyilván nem fog nekünk csinálni semmit, és akkor ezeket itt szépen le tudjuk futtatni. Jó, de most én nem így akarom megmutatni nektek, hanem inkább írjuk meg, mert ott közben azért jobban tudok magyarázni talán. Jó, mondom, olyan mélységeiben nem fogok belemenni, így is meg tudjátok csinálni, csak a Jupyter notebookot telepítsétek. Na, és akkor programozzunk is, mert nyilván ezért vagyunk itt. Jó, mondom, ezt a tényleg nagyon egyszerű kis példát fogjuk megnézni, remélem bele fog férni az időbe. Tényleg nem valami hosszú, mert én nagyon egyszerű kis valami. Ugye, hát Pythonnal nem nagyon foglalkoztatok még szerintem. Lehet, hogy befprobom meg se néztük, mert ugye arra szavaztatok, hogy inkább generikus programozásra nézzünk egy nagyon egyszerű kis példát. Utolsó héten. Hát egy ilyen script nyelv, igazából én őszintén szóval nem szeretem, de én mérnök vagyok. Nekem ez a Pythonos világ, ez mindig olyan kicsit testidegen, de nyilván csináljuk, mert kell. Na jó, tényleg nézzük is ezt a kis példát. Ugye először is beimportáljuk magát ugye a TensorFlow library-t. Ugye ezt úgy kell képzelni, mint egy sima include-ot C++-ba. Legalábbis valami olyasmire gondoljatok. Na most én ezt ide elmentem. Simán így ilyen, hát MNIST 1. Jó. És akkor ebbe fogunk most így alapvetően dolgozni. Talán ez így működni is fog. Csak közben nézem a streamet is, hogy jól látszódik-e. Ja, egyébként csak egy gyors kérdés, hogy a stream az jó-e, jól látszódik-e minden, mert ugye most átállítottam a OBS-t, hogy ne a GPU-ról, hanem a CPU-ról streameljen, és de gondolom, hát mondjuk szóltatok volna, hogyha nem jó. Csak mert ugye a GPU-t fogjuk most használni, és amellett a stream már nem nagyon férne be. Jó, rendben van, oké is. Na, akkor haladjunk is tovább. Csináljunk egy ilyen kis MNIST-es objektumot, mert majd ide fogjuk tenni a mi adatainkat. Jó. Az a szerencsénk, hogy sok tendőnk nincs ezzel, mert a TensorFlow-ba be vannak építve, úgymond idézőjelben be vannak építve ezek a datasetek. Hát emlékszem, régen így le kellett tölteni, meg külön megnyitni, meg fájlkezelés, meg mit tudom én, tehát tényleg szörnyű volt. Most már azért úgy egyszerűsödtek ezek a dolgok, főleg az, hogy ugye a Keras valamelyes része lett a TensorFlow-nak. Korábban a Keras egy ilyen API volt a TensorFlow fölött, és sok minden egyszerűsödött azóta. Jó? Úgyhogy ez így talán jobb lett egy kicsit. Jó? Na mindegy, ezt fogjuk használni, és akkor itt most nekünk azt kell csinálni, hogy be kell töltenünk az adatainkat. Na de hogyan fogjuk betölteni? Hát nyilván egy ilyen tesztadatbázis, vagy hát tulajdonképpen ilyen tesztadatszerkezetbe. Na most, anélkül, hogy itt mélyebben kitérnék a
szintaktikára, meg ilyesmi, mert tényleg nagyon, nagyon szorít minket az idő. Ugye ilyen teszt, meg train, meg teszt adatbázist fogunk külön betölteni. Hát igyekszem nem elírni. Oké, és tehát ide fogjuk betölteni majd a train meg a teszt adatbázisunkat. Ezeket majd kell egy kicsit igazgatnunk is. Most tényleg időhiány nem akarnék, szerintem jövő héten ki fogunk erre térni kicsit mélyebben, hogy itt mi történik. De tényleg most csak itt annyit kell tudni, hogy beigazgatjuk ezeket a képeket, amiket mutattam ott, az X-et meg az Y-t, hogy pontosan úgy olyan legyen, amilyen a neurális hálónknak a bemenete lesz majd. Jó, hát itt a pont nulla nem maradjon le, mert Pythonnál ezek fontosak. Jó, tehát itt most tényleg csak annyit csináltuk, hogy betöltöttük a datasetet a memóriánkba. Jó. Oké is. Na, és akkor tulajdonképpen most következik az, hogy elkészítjük magát a modellt, tehát azt a kis neurális hálót, amiben majd megpróbáljuk föltanítani ugye a tehát ezt az adathalmazt fogjuk majd, tehát magát a modellünket, ugye a gépi tanuló modellünket elkészíteni, és akkor ehhez használhatjuk ugye a TensorFlow-ba beépített modelleket, pontosabban a Keras által adott modelleket, ha nem írnám el. Jó, hát egy ilyen szekvenciális modellünk lesz, tehát amit mutattam is, hogy szépen így egyenesen megy végig rajta az adat tulajdonképpen, és akkor nézzük is, hogy ezt hogyan tudjuk paraméterezni. Ugye itt most tényleg anélkül, hogy mélységeibe belemennék abba, hogy ezek a neurális hálók hogyan működnek, nyilván lesz egy input rétegünk, lesz output rétegünk, meg közte lesz ilyen dense réteg, meg egy dropout réteg, ebben nem akarnék most belemenni. A példa alapján csináljuk, tehát amit ott láttatok, ott a tutoriált, amit fölvillantottam, az alapján csináljuk. Na most nyilván magának ennek a deep learninges meg gépi tanulós világnak, ugye ez a modellalkotás tulajdonképpen a legfontosabb része. Tehát adott problémánk van, adott modellt akarunk rá építeni, hogy jól működjön. Na most nyilván mi a problémánk, mit akarunk csinálni, hát most kézzelét szelméleket akarunk fölismerni, oké. De működhet itt a modell arcfelismerésre, objektum felismerésre, önvezető autók vezérlésére, most így nagyon, nagyon kisarkítva, illetve nagyon sok más egyébre. Tehát tulajdonképpen ez a modellalkotás, ami az adott problémának a megoldásának a legfontosabb része. Bizonyos értelemben. Jó? Tehát mi az a modell, mi az a neurális háló, mi az a gépi tanuló modell, amit én most alkalmazni akarok? Hát ez mindig a problémától függ. Most tényleg egy nagyon egyszerűt fogunk alkalmazni, az alapján a példa alapján, amit ott láttatok. És akkor itt ebben a részben szépen föl tudjuk sorolni ezeket a rétegeket. Ugye ilyen előre definiált rétegeink vannak, amiket tudunk paraméterezni, és ezeket szépen így egymás után sorba kell csak, tehát szépen föl kell sorolnunk. Hát először is adunk egy ilyen egyszerű kis input réteget, aminek meg kell adnunk az, hogy mi legyen a mérete. Hát itt most egy ilyen 28x28-as shape-et fogunk neki adni, mert ugye a modellünk tulajdonképpen így fog működni. Hát ez most nagyon szűkszabban annyit jelent, hogy 28x28 pixeles képeket kell, tehát 28x28 pixel méretű képeket kell nekünk a bemenetére adni. Jó, hát ez modellről modellre változik. Ami érdekes, hogy általában ilyen nagyon kisméretű képekkel dolgozunk, viszonylag kisméretű. Ugye ilyen objektum detektálás, mondjuk egy kézírás felismerésnél nem olyan vészes, de még objektum detektálásnál is ilyen tízes nagyságrendben vagyunk, tehát ilyen néhány tíz
pixel méretű képek a bemenet. Ilyen százas nagyságrendben nem nagyon szoktunk, azok nagyon nagy méretű neurális hálók lennének, baromi lassúak, nem biztos, hogy az szerencsés, de nyilván ezek sokféleképpen működhetnek, általában ilyen kis képeket adunk rá. Jó. Na nézzük, hogy mi a következő réteg. Na most én ezt itt kikopizom, mert ne kelljen mindig beírni. A következő egy úgynevezett ilyen dense réteg lesz. Hát ez az a klasszikus neurális háló réteg, ez a ilyen sűrű szövésű azért is, ez a neve, hogy dense tulajdonképpen, tehát ilyen sűrű réteg lesz. Ugye paraméterbe megadjuk, hogy hány neuronja legyen, illetve még egy paraméterbe megadjuk azt, hogy milyen legyen az aktivációs függvény. Ha emlékeztek, fölvillantom még egyszer, ha megtalálom. Ugye itt néztük a neurális hálóknál ezt a, hát a, ugye egy neuronnál a működést, de ezt az aktivációs függvényt fogjuk itt paraméterezni. Jó? Nagyon sokféle ilyen aktivációs függvény van. Hát sokféle, azért jó néhányféle ilyen aktivációs függvény van. Mi most ezt a relút fogjuk használni. Hát mondom, millióféle van. Most, hogy mi is ez a relu, ez a Rectify Linear Unit. Igazából az, hogy van egy ilyen vágási pontja, és akkor tulajdonképpen azelőtt ugye fixen nullát ad, egyébként meg ugye a bemenetét adja ki. Most tényleg nem akarnék már ezekbe belemenni, ugye van ilyen logaritmikus, meg tényleg nagyon sok más egyéb ilyen aktivációs. Hát ezt a relút sokat használják, meg sok modellbe előjön. Nézzetek utána, hogy ez hogy működik. Tényleg a matekos részben nem akarunk most mélyen belemenni. Jó. Na. Opa, nem ezt akartam. Jó. Na. Ez lenne az egyik. Ez lenne az első rétegünk. Nézzük, hogy mi a következő. A következő rétegünk egy ilyen dropout layer lenne. Na most ezek a dropout layerek azt csinálják, hogy bizonyos, hát most nagyon finoman fogalmazva, vagy hogy mondjam, ilyen konyha nyelven fogalmazva, bizonyos neuronokat kidobnak úgymond az egyes rétegekből, vagy bizonyos neuronoknak a kimenetét nem csatolják tovább a következő layerre, tehát úgymond így hát kidobunk néhány neuront. Most tényleg nagyon, nagyon ilyen konyha nyelven fogalmazva. Miért használjuk ezt, hogy bizonyos ilyen matematikai problémákat tudjunk kikerülni? Hát dropout layer főleg arra, hogy a túlillesztést meg tudjuk szüntetni. Nem akarok ebbe se belemenni, vagy a könyvbe elolvassátok, vagy majd csütörtökön beszélünk róla, csak tényleg szorít az idő. Annyi a lényeg, hogy bizonyos neuronokat úgymond nem csatolunk tovább. Végül is valami ilyesmit kell elképzelni. Jó? És akkor ezt lehet paraméterezni, hogy milyen mértékű legyen ez a dropout, tehát hogy a neuronoknak milyen, hány százalékát, vagy hát a layernek hány százalékát dobjuk ki, hát hogy most ilyen 20%-ot fogunk adni neki. Jó, menjünk tovább. Itt még beadunk neki egy ilyen dense réteget, tehát egy szokásos kimenetet, és ugye tulajdonképpen ez már a kimenetünk lesz. Látjuk, hogy ez már 10 elemű lesz ebbe az esetbe. Jó. Hát remélem jól dolgoztunk. Nagyjából így néz neki a modellünk. Na most, ugye itt a továbbiakban én nagyon fapadt Python kódot fogok írni. Tehát majdhogy nem, mintha ilyen scriptet írnánk. Ezért itt ezúttal is elnézéseteket kérem. Csak tényleg, hogy haladjunk, és ne feltétlenül a Python mélységeibe veszünk el. Ugye ez alapján a modell alapján tudunk bizonyos ilyen predikciókat adni. Majd meg fogjuk látni, hogy ez pontosan
hogyan is működik, meg mit is jelent. Nyilván itt a trénelési adatbázisra fogunk itt majd ezzel foglalkozni, de valószínű csak csütörtökön ezt tudjuk ezt is majd megnézni. Jól. Fontos, hogy jól írjam. Oké, és meg fogjuk nézni, meg majd ki is írjuk ezt az értéket. De ezért mondtam, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon gyép és Python kód lesz. Mondom, elnézéseteket kérem, tényleg nem akarok most ezzel foglalkozni. Jó, és akkor itt fogjuk majd ezt a softmaxot is használni. Ugye tulajdonképpen ez a prediction, ez a neurális háló kimenetét fogja nekünk adni. De nyilván itt a neurális háló kimenetébe sok minden megjelenhet, ezeket át kell nekünk transformálnunk osztályokká. Jó? És akkor erre fogjuk a softmaxot használni. Az, hogy Norbi mire gondolt a softmax alapján, hát szerintem erre, de mondom, majd az ő videóiba ez ki fog derülni, és majd fog ő erről beszélni. Jó? De szerintem erre gondolt elsősorban. Jó, és akkor itt fogjuk ezt a softmaxot alkalmazni, mégpedig erre a predictionre, és majd ezt is alakítanunk kell, de ez most nem olyan érdekes. Jó, oké is. Rendben van. Na most a neurális háló tanítás során még amit nekünk adni kell egy ilyen loss függvényt adni. Nyilván ez alapvetően arra szolgál majd, hogy valamilyen értelembe terelgessük ezt a tanítást, és nyilván a loss függvény lesz az, ami egy ilyen dolog lesz, a másik majd az accuracy, tehát az, hogy a neurális hálónk milyen hatékonysággal osztályozza, amit ugye az elején is mondtam, hogy ugye adjuk rá a bemenetet, és hogy a kimenetem mi fog megjelenni. Jó? Tehát erre a loss függvényt meg az accuracy-t használjuk általában. És akkor ugye több ilyen loss függvényt tudunk alkalmazni, ugye, és ezt ki kell nekünk választani. Ugye ez is itt van nekünk a Keras-ba egy sok ilyen előre definiált ilyen loss függvény. Na most milyen keresztentrópiát fogunk használni? Bocsi, ezt viszont meg kell néznem, mert ez biztos, hogy nem fogom tudni leírni így egy levegővel. Közben az API doksi van nekem kinyitva. Jó, ezt csak ide bekopizom, hogy látszódjon. Tehát tulajdonképpen ez ilyen keresztentrópia lesz, ebbe se akarok belemenni, mert mondom, ez is matek. És nyilván ezeket a ezt a loss függvényt a neurális háló kimenete alapján fogjuk majd használni. Ugye ez a logit tulajdonképpen, hát most nagyon egyszerűen fogalmazva, a neurális hálórendszerünk kimenete. Mondom, tényleg elnézést kérek, hogyha nagyon ilyen pongyolán fogalmazok, majd biztos, hogy jön pár neurális háló szakértő is fogja majd a fejét, hogy miket beszélek, de na most tényleg csak a egyszerűség kedvéért. Jó, és akkor nyilván ennek is az eredményét itt ki tudjuk iratni. Ugye ezt is a train adatbázisra, tehát ugye a train adatbázisra, ugye a predikciók alapján, és ezt is majd átalakítjuk, hogy szépen kiírja nekünk. Jó, na, ami még nekünk kell, hogy ugye a modellünket úgymond össze is állítsuk, tehát ez így a compile-al fogjuk ezt megcsinálni. Itt a compile-ba tudunk még csomó paramétert megadni. Hát ugye egyrészt adunk egy ilyen optimalizálót. Ugye ez, hát tulajdonképpen, hogy hogyan optimalizáljuk a súlyokat. Most ez megint nagyon pongyola megfogalmazás, de hogy hogyan optimalizáljuk magát a neurális hálónkat. Ez valamiféle kezdőértéket is jelenthet, ha úgy tetszik. Hát mi ezt a klasszikus Adam Optimizert fogjuk használni, erre se akarok kitérni, mert ez is matek. Jó, akkor adunk egy loss függvényt. Ugye ezt a loss függvényt adjuk meg, amit itt beparamétereztünk az imént, illetve hogy a maga a tanítás hogyan működjön, arra tudunk adni
egy metrikát, és akkor ugye ez a metrika jelen esetünkben az accuracy legyen. Tehát az, hogy mennyire hatékony az osztályozás, amit mondtam is az elején. Oké is. Jó, rendben vagyunk. A következő az már, hogy akkor menjen is tulajdonképpen a tanítás. Ezt a fittel tudjuk megtenni, és akkor ennek a fitnek ugye átadjuk egyrészt a train adatbázist, illetve egy paramétert, hogy hány epochot fusson maga a tanítás. Ezt majd mindjárt látni fogjuk, hogy egészen pontosan mit is jelent. Oké, és adunk neki egy kiértékelést. Ugye nyilván a kiértékelés az a tesztadatbázisra, mondom, a tesztadatbázisra fusson. Oké, és itt még kiírunk egy info, hogy az infót hogyan, tehát hogy hogyan értékelje ki. Ezt apidoksiban majd nézzétek meg, most ez nem is olyan érdekes. Jó, és akkor még egy dolog van elvileg. Így van, hogy egy ilyen modellt készítsünk. Tehát egy ilyen probability modell kell még nekünk. Hogy is volt ez? Ugye ez a sequential, és akkor ide kell nekünk megadni egyrészt a modellünket, másrészt pedig ugye a softmaxot, hogy ezt ki is, hogy ezt át is alakítsa. Oké, és Kerasznak ugye kell egy softmax layer a végére. Ha minden igaz. Jó, és akkor ezt a végén ki is fogjuk írni. Tehát így egy ilyen tesztet ki fogjuk írni az eredményét ennek a tesztnek. Aztán reméljük, hogy jól dolgoztunk. Na de nézzük is meg akkor, hogy mi történik. Oké, és most ezt így kiteszem nagyba, mert így jobban fog látszódni. Jó, Python 3, és akkor ez az mnist egy pály. Bízunk benne. Jó, itt már is van egy hibánk. Jó. Igen. Oké, és hogy is van? Nem modell, hanem models. Igen. Jó. Futtassuk újra. Oké, és a következő az a 28. sor. Hát igen, ez ilyen. Nem epoch. Hát megnézzük, hogy ez hogy van. Nézem az apidoksi. Epochs. Igen. Oké. Újra. Jó. Na és akkor itt látjuk elvileg, hogy be is indul a neurális hálunk tanítása. Ránézek a streamre, hogy jól látjuk-e. Oké. Na és akkor itt látjuk ugye a lost, meg látjuk ugye az accuracy-t. Ugye látjuk, hogy a lossunk mintha egy kicsit, nem, a végére kisimul. Jó, tehát a loss az látjuk, hogy szépen megy lefele. Az azt jelenti, hogy ugye, tehát mondhatnánk, hogy a hiba tulajdonképpen az osztályozás hibája, hogy az accuracy meg az osztályozásunk hatékonysága, az meg szépen megy fölfele. Jó? És látjuk, hogy le is futott. Ennek nagyon örülök. És akkor ugye a tanítás során a tanító adatbázisra itt látjuk a hatékonyságot. Tehát ez azt jelenti, hogy,
hogy a tanítás végére 97,5%-os pontossággal meg tudta mondani azt, hogy azon a képen milyen számít szerepel. Hát, ez mondjuk mond valamit. Jó, és akkor a végén ugye itt látjuk, hogy erre a 10.000-es tesztadatbázisra is ugye megnéztük, ugye ez az, amit a végén csinálunk. Itt pedig látjuk, hogy a tesztadatbázisra pedig 97,9%-os az osztályozás hatékonysága. Jó. Hát, ez működik valahogy. Ugye itt tudunk még finomítani egy kicsit. Hát sok mindent tudunk finomítani. Mondjuk itt, hogyha a epokot átírjuk 10-re, tehát ne csak ilyen tehát ne 5-ször futtassa ezt le, hanem nézzük meg mondjuk 10-szer elmentettem. Nézzük meg 10-szer, hogy az esetleg javít a hatékonyságon. Mondjuk már ez is elég jó, tehát ha már 97-8% körül vagyunk, az azért már elég jó. Nézzük, hogy javulni fog-e valamit. Hát, nem különösebben jó. Hát így minimálisan nézzük csak vissza, hogy mennyi volt az előbb. Ugye itt 97,9 volt, itt meg 97,96. Hát, ez azért nem sok. Nem sok. Jó, de mondjuk ez nem is feltétlenül olyan probléma, amivel lehetne javítani már az epokok növelésével. Ugye ez már azért elég jó, tehát itt már én nem gondolnám azt, hogy különösebben ennél a problémánál jobban kéne teljesítenünk. Nyilván, hogyha arról lenne szó, hogy mondjuk egy önvezető autó vezérlését tanítanánk így, nyilván ez nem ilyen egyszerű azért, mert ott sokkal több rendszer van meg azért ez nem elfogadható egy önvezető autónál. Tehát az, hogy az esetek 98%-ában jó döntést hoz. A többibe meg bemegy a kirakatba. Tehát azért az nem szerencsés, jó? Tehát mondom, erre figyelni kell. De itt most ez nekünk szerintem rendben van. Hát mond valamit. Na, de ez még csak a modellünk. Gyorsan most megnéznénk azt, hogy hogyan is kell ezt használni. Most itt én már nem írogatnám meg, én ezt tegnap megírtam, csak tényleg fölvillantanám, hogy hogyan is néz ki, hogyha használjuk is. Csináltam itt két képet, két kézzel írt számot, ha megtalálom. Jó, ezek a források kint lesznek majd. Jó, itt van egy hetes. Itt pedig majd meg fogunk nézni egy ötöst is. Jó, tehát két szám, egy hetes meg egy ötös, hogy ezeket hogyan is osztályozza be nekünk. Ez egy picit máshogy működik, ez egy kicsit nagyobb, mélyebb neurális háló talán, meg picit több mindent ír ki, még nyilván itt a képeket alakítgatnunk kell, a bemeneti képet, föl fogom tenni majd ezeket a forrásokat, jó? És akkor majd elérhetőek lesznek. Jó, hát itt már előkészítettem egy csomó példát, ezeket már majd csak csütörtökön fogjuk megnézni. Na és akkor futtassuk ezt le, ugye látjuk, hogy első körbe a hetest fogjuk neki, nem, előbb adjuk az ötöst, mert az érdekesebb lesz, mi a neve az ötösnek. Jó, oké, és először adjunk neki az ötöst. Hogy is van ez? Ez a mnistex, igen. Jó, tehát először, jaj, nem sima Python, hanem a Python 3. Jó, először megnézzük, hogy a 5-ösre mit ér ki. Jó, itt is először föltanítjuk a hálót. Ugye szépen, nyilván ezt lehet úgy elegánsan is, hogy majd meg fogjuk nézni, hogy ki tudjuk exportálni a
magát a neurális hálót, és csak a neurális hálót visszük magunkkal, úgymond, és ha valamilyen ilyen osztályozási feladat van, akkor csak ezt a neurális hálót megnyitjuk, és csak tényleg végigfuttatjuk rajta azt a kis képet. Hát igen, Dépar, ez most a 2070-en fut. Jaj. Jó, na hát így néz ki a képünk, amit beadunk a bemenetre, ugye itt már kicsi ment egy kis transformáció is, ugye látjuk, hogy ez egy 28x28 pixeles kép, tehát ezt fogjuk beadni majd a neurális hálunk bemenetének, ez csak így fölvillantja nekünk, de csukjuk le. Jó, és itt látjuk, hogy kiírja az eredményt, hogy ez egy ötös. Jó, tehát ez most erre az egy konkrét példára jól működött. Nézzük meg a hetesre. Jó, a hetesnek az a neve, hogy hetes. Oké, és... Jó. Futtassuk újra. Jó, és ugye ezért nem elegáns az így, mert akkor most újra föl kell tanítani, újra lefut az egész. Mondom, nézzünk majd olyan példát, amikor ezeket a feltanított neurális hálókat csak használjuk, tehát nem mi tanítjuk föl. Jó? Nézzünk majd kis C példákat is rá, meg... Hát... iOS-es nem tudom, azt most nem tudunk nézni szerintem. Hát majd lehet, hogy ránézünk arra is. Meglátjuk, mennyi időnk lesz így a fél év során. Jó. Na hát látjuk itt a hetesünk. Hát ebből én személy szerint már nem ismerném fel, hogy ez egy hetes, de mondjuk legyen ez a hetes. És akkor nézzük meg, hogy mit mond rá a modell. Hoppá. Hát igen. Igen. Jó. Ugye láttuk a képet, amit mutatott nekünk. Hát én abból még én sem mondanám meg, hogy az egy hetes. Hát neki se sikerült. Jó. Na, ezt csak azért akartam így megmutatni, hogy rendben van, hogy azért elég jó hatékonysága van nekünk. Látjuk itt, ez még egy kicsit pontosabb is, mint az előző modellünk. Ugye a tanítás végére 99% fölötti lett, a tanító adatbázisra, a teszt adatbázisra pedig 98,5%. Tehát elég jó. Hát mégis azért látjuk azt, hogy ez azért itt nem sikerült. Jó, de mondom, abból még én se feltétlenül ismerném. Ez úgy az emberi felismerésnek a hatékonysága felé közelít. Jó? Oké is. Kolléga beírta most, hogy jelen. Nézd majd vissza a videót, jó? Oké is. Na, amit itt látunk még, hogy látjuk, hogy én nekem ezt itt a GPU-n fut. Nektek ez a... Tehát ha valaki CPU-n futtatja, akkor ez lassabb lesz. Szignifikánsan lassabb. Mondjuk ez még egy kicsi modell, meg nem is olyan sok epok. Hát nem szempelünként nem ennyi idő lesz azért, hogy fusson. Valószínű több idő lesz. De hát majd kivárjátok, hát igazából van időtök. Nem azt mondom, hogy órákig fog futni, de azért sokáig fog futni. Na. Oké, és na most van még pár perc. Kérdéseket dobjunk be, hogyha van. Jó, én mára ugye ennyit gondoltam, de kérdezzünk bátran. És akkor... Ha van valami, válaszolok. Egyébként meg csütörtökön majd folytatjuk. Hát részben innen, meg még megnézünk pár más példát is. Ugye amit én így a könyvben néznék, ez a Softmax, meg BMNIST, hát ezeket mondom, majd Norbi videóiból meg tudjátok beszélni, meg tudjátok nézni, hogy ő pontosan mit ért alatta. Hát én valami ilyesmit. Jó, ott a Softmaxnál nyilván ugye a transformációt, amit néztünk, a mélyemnisztnél meg mondjuk egy ilyen kicsit mélyebb neurális hálót,
mondjuk amit itt csináltunk, látjuk, hogy ebben már van ilyen konvolúciós réteg is, meg ilyen pooling réteg, tehát ez egy picit mélyebb ilyen értelemben. Oké, és D-para, nem hiszem, de mi majd megbeszéljük e-sport órán. Pikachu, ez egy prog egy óra a Debreceni Egyetem. PTI szak. Hát, hogy ez full menő-e, szerintem tök jó téma. Mondjuk nem ez a fő téma, azért azt nálunk is, tehát az nálunk a fő téma mondjuk C++, de ez is része. De valóban szerintem is, amúgy ez a téma tényleg menő, meg tényleg szuper. Csak hát sajnos nem ez a fő téma itt most. Hello Brugveri, üdvözöllek! Oké, és na, sajnos véget ért az óra. Ugye csütörtökön ezzel folytatjuk, hát ha nem is pontosan ezzel, de itt még megnézzünk azért pár dolgot, mert azért van még, ami elmaradt. És akkor ezeket még megnézzük, megnézzünk még példákat. Főleg a... hát alkalmazás, főleg object detection, arcfelismerés, meg még valószínű jövő héten is fogjuk folytatni, mert van egy kis ilyen mini projekt is, amit ki akarok próbálni, csak még hát az több idő kéne, aztán azzal szűkösen vagyok manapság, de szerintem jövő héten is ezzel fogunk még foglalkozni. Jó, jövő héten hétfőn ugye nem lesz óra, mert ugye húsvét hétfő van, viszont kedden igen. Jó, tehát ami hétfőn lenne, az kedden lesz. Mert kedden már rendes oktatás van, úgymond. Szerintem 4-től, de majd Facebookon írok időbe, hogy pontosan mikor lesz óra. Ugye a jövő héten a csütörtöki az megy menetrend szerint, ugye a hétfőt meg áttesszük kedre. De valószínű kedden 4-től lenne. Jó. Remélem, hogy minél többen ott tudtok lenni. Viszont én most elköszönök. Nyugodtan jöhetnek a kérdések ez alá a videó alá, akár kommentbe, vagy Facebookon, Discordon, nyugodtan, hogyha valami nem világos, vagy valamire térjünk ki kicsit mélyebben, kedden innen fogjuk, vagy csütörtökön innen fogjuk folytatni. Oké is. Na, hát akkor én köszönöm, hogy megint ilyen nagyon szép számba itt voltatok, tényleg szuper, hogy ilyen sokan vagyunk, ez tényleg nagyon, nagyon örülök neki. És akkor csütörtökön folytatjuk. Hát, további szép napot nektek, sziasztok!